Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! A következő napokban több időjárási front is áthalad majd hazánk térségem fölött, így aztán front követ majd a következő napokban. Az éjszakai órákban már egy hidegfront megközelíti hazánk térségét, így akkor felhősödésre számíthatunk, de csapadék az nagy valószínűséggel csak a holnapi nap során várható, akkor záporok, zivatarok, főként északkeleten teszik majd változékonnyá az időt. Aztán a front mögött érkező hűvös levegő alakítja a jövő hét első napjaiban időjárásunkat, a hét közepétől viszont enyhülésre, de ezzel együtt csapadékosabb időre is számíthatunk. A felhőzet előrejelzés is ezt mutatja, hogy ez a hideg front lassan megközelíti hazánk térségét, éjszaka el is ér bennünket, holnap szakadozott felhőzete itt lesz fölöttünk, majd a front mögött érkező szárazabb levegő alakítja a jövő héten már időjárásunkat. Nem csak szárazabb levegő érkezik majd ekkor, hanem továbbra is hűvös hideg levegő érkezik hazánk térségébe, így aztán több fokkal hűvösebb levegő alakítja majd időjárásunkat a jövő hét első napjaiban, ennek megfelelően visszaesik majd pár fokkal a hőmérséklet. Ugyanakkor érdemes egy pillantást vetni itt a dél-nyugat-európa felett elterülő nagyobb kiterjedésű több középpontú ciklonra. Ez a következő napokban majd észak-kelet felé mozdul, és akkor már a jövő hét közepétől ez határozza meg hazánk időjárását. Alakulását. Az éjszakai órákban tehát eleinte kevés felhő lesz fölöttünk, majd az éjszaka második felében észak felől megérkezik a front felhőzete, a reggeli órákig számottevő csapadék még nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás, így aztán viszonylag erős lesz még az éjszakai lehűlés, mínusz 1 és plusz 5 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk a reggeli órákban. Holnap már az átvonuló front szakadozott felhőzete alakítja időjárásunkat, így több-kevesebb napsütésre is számíthatunk az országban, de többször lesz erősen felhős majd az ég, és főként az ország észak-észak-keleti a harmadában felében számíthatunk elsősorban záporok, zivatarok kialakulására. Megélénkül, megerősödik majd az északnyugati területeken, illetve a középső ország részben az északnyugati szél, de viharos széllökésekre csak zivatarok környezetében számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig általában 10 és 19 fok között várható. A következő napokban a jövő hét elején már a front mögött érkező hideg levegő alakítja időjárásunkat, visszaesik majd a hőmérséklet, az éjszakai órákban továbbra is számíthatunk egyes helyeken fagyra, a nappali felmelegedés mértéke is visszaesik valamelyest, ilyen 10-15 fok körüli értékre számíthatunk majd a délutáni órákban a napsütés ellenére. Aztán a hét közepén már nedvesebb levegő, de nem csak nedvesebb, hanem enyhébb levegő is érkezik majd fölénk. Így ismét több lesz felettünk a felhő a hét második felében, és sokfelé számíthatunk majd záporra, zivatarra, ezek teszik majd változékonnyá az időjárást. Enyhül az idő, megszűnik az éjszakai fagy, és a nappali felmelegedés mértéke pénteken akár a 20-25 fokot is elérheti majd, pénteken viszont egy hideg front vonul át felettünk, így a hétvégére ismét hűvösebbre fordul majd az idő. De ezzel köszönöm figyelmeteket, amennyiben további előrejelzésekre vagytok kíváncsiak, kövessetek bennünket elérhetőségeinken. Sziasztok!